Különleges koncertre látogathattak a székesfehérváriak, egy igazán egyedi produkció várta őket március 15-én este a Ciszterci Római Katolikus templomban, mivel a Bacchus konszort közreműködésével mutatta be az Oriolus kamarakórus Deit Erigt Buxtehude Membra Jesu Nostri című művét. Az 1680-ban komponált 7 kantátából álló darab Krisztus szenvedés történetéről szól. A vidéki helyszín apropóját a kamarakórus fehérvári kötődése adja, erről a kórus egyik karnagya beszélt. A kórusban nagyon sok a székesfehérvári énekes, és már régóta terveztük, hogy mi is eljövünk ide, és ne csak ők Budapestre. Úgyhogy amikor ezt a koncertet kitaláltuk, és gondoltuk, hogy mindenképpen legyen egy vidéki állomása is a budapesti állomás előtt, akkor egyértelmű volt, hogy Székesfehérvár lesz az. Brückner Ákos előd, a Ciszterci templom plébánosa elmondta, örömmel biztosították a helyszínt a koncertnek, hiszen egy gyönyörű művet hallhatott a közönség a neves kamarakórustól, ami a templom akusztikájától még csodálatosabban hangzott. A zene, azt mondták annak idején, hogy most ez a legforradabb műfaj, mert akkor még, amikor vallásüzés volt, még mindig lehetett egyházi zenét játszani vagy közvetíteni, de hát a zene az nagyon mély érint az embert, harmóniát, egy belső rendet tud teremteni. Még olyan őrült ember is, mint Saul király, ugye Dávid zenélésére egy kicsit higgadtabb lett, tehát gyógyszer is lehet, de hát ne erről beszéljünk, hanem arról, hogy mennyire földob bennünket, mennyire áthangol. Az előadás a böjti időszak keretén belül szólalt meg, a húsvéti történetekre, szimbolikára alapozva készült a fővárosi Oriolus Kamarakórus ezzel a koncertjével.